belkő tetején található, és ott, ha tudjuk, akkor ott van egy régi bánya terület, és az totálisan sziklás mészkőből áll, és ez a növény éppen ott virít legjobban. Ilyen és ehhez hasonló különleges növényekkel is találkozhatnak azok, akik ellátogatnak az Eszterházy Károly Egyetem botanikus kertjébe a következő napokban, ugyanis a szakmai hét alkalmából nyitott kapuval várják a látogatókat a szervezők. Mint minden botanikus kertben vannak növények, vadon élő növények, főleg itt bemutatva, de vannak a növények a kertészetből is. Vannak növények, ami ritka növények, amit próbálunk szaporítani, megvédeni őket, és vannak ritka gyomnövények is. A botanika hetére a kertészek idén is nagy kínálattal és különleges növényekkel készültek, amelyeket ezúttal a Gárdonyi Géza téren tekinthetnek, illetve vásárolhatnak meg az érdeklődők. Róla már azt hitték, hogy kihalt annak idején, és akkor Kínában megtalálták, elkezdték szaporítani, szétküldték a világon, nálunk most nagyon jól viselkedik. 5 év alatt egy 8-10 méter magas fává fejlődik. Könye Géza a kezdetektől részt vesz a szakmai héten. A sláger az mindig a húsevő növény, aztán azon kívül még rengeteg szép, különleges virágzó kaktuszon van, amit szintén nagyon szeretnek. A szakmai hetet immár 10. alkalommal rendezik meg az egyetemen, melynek célja a botanika népszerűsítése, nem csak az intézmény hallgatói és oktatói, hanem a lakosság körében is.